Július 1-től két fontos változás történt a hivatali ügyintézésben, amelyek a lakosságot érintik. A lakcím változás bejelentése a meghatározott dátumtól kezdve országos szintűvé terjed ki, tehát nem lesz közvetlenül helyhez kötve az ingatlan bejelentése a jövőben. A gépjárművek törzskönyvének elvesztése során felmerülő 15 napos pótlási idő pedig lényegesen gyorsabban fog majd lezajlani. Amellett, hogy a kormányhivatalok és a kormányablakok feladatköre folyamatosan bővül, sok esetben próbálnak segíteni az állampolgárok gyorsabb és egyszerűbb ügyintézésén is. Július 1-től két ilyen változás lépett életbe. Az egyik ezek közül a kérelemmel induló lakcímváltozást érinti, amely országos illetőségűvé változott. Ez azt jelenti, hogy akár bármelyik településre bejelentkezhetnek itt nálunk a kormányablakban, vagy bármelyik kormányablakban bejelentkezhet bárki itt a 17. kerületi lakcímére. Fontos tudni azonban, hogy a lakcímbejelentő lap kitöltése továbbra is kötelező, illetve annak az adatai, azok jogszabályi előírásokat takarnak, és ezért nagyon kérjük, hogy ott, ahol a szállásadó, tulajdonos, hozzájárulása, aláírása szerepel, az minden esetben legyen kitöltve. A hivatalban dolgozók számára nagy segítséget nyújthat, hogyha az állampolgár rendelkezik a bejelenteni kívánt ingatlan helyrajzi számával is, amelyet leellenőriznek egy központi nyilvántartásban. Ezzel kiszűrve annak lehetőségét, hogy esetleg más is bejelentkezzen ezzel a címmel. A másik fontos változás a gépjárművek törzskönyvét érinti. Sok esetben előfordult, hogy a tulajdonos az okmányt elveszítette, ennek pótlása pedig hosszabb időt vett igénybe. Mostantól ez a folyamat lényegesen gyorsabbá válik. Most már a gépjármű törzskönyv elvesztése esetén nem kell megvárni a magyar, nem közlönyben, hanem a hivatalos értesítében történő megjelenéstől számított még 15 napot, hanem a megjelenéskor már lehet indítani az új törzskönyv igénylését. Ez gyorsítja lényegesen az eljárást. A különböző ügyeket tehát minden állampolgár elintézheti a kormányablakoknál, amelyek a kerületben is minden nap 8 órától, illetve hétfőn 7 órától állnak rendelkezésre. Szerdán pedig egészen este 8 óráig van ügyfélfogadás. Idén januártól a hivatal feladatai bővültek a fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel is, amelyek főként a nagyobb kereskedelmi egységeket érintik. Ezek tematikusak és beütemezettek. Ez azt jelenti, hogy lezajlott például egy árak feltüntetésének ellenőrzése, az árak alkalmazásának, hogy úgy mondom, az ellenőrzése, ez több nagy kereskedelmi egységet érintett. Volt, ahol voltak hiányosságok kisebb-nagyobbak, történtek bírságolások is, illetve jelen pillanatban zajlik a szeszes ital, illetve a dohánytermék kiszolgálásának az ellenőrzése. Ősszel ismét ilyen árakkal kapcsolatos ellenőrzés lesz, illetve majd indulnak a karácsonyi vásárral kapcsolatos ellenőrzések. A július 1-től életbe lépett változásokkal kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatal honlapján lehet bővebben tájékozódni.